Jó reggel, szevasztok, srácok. Szevasztok, üdvözlök mindenkinek! Nem, nem. Nem, tanultam a múltkoriból. Szevasztok, jó reggelt, üdvözlök mindenkinek. Mióta mondtam, hogy uh hogy szerintem ott is hallatszom, azóta még egyszer meghallgattam, és nem. Tehát ö, most így igazat adok. Most ilyen páli fordulatom van gyakorlatilag. Tehát átfordultam a dolgok objektív oldalára, és többet nem képzelődöm. Úgyhogy igen, tényleg, tényleg nem hallatszom, mikor onnan mondom, csak ilyen iszonyatos távolságokból. Úgyhogy abszolút igazat igazad adok azoknak, akik szerint, hogy elbeszélek a mikrofontal, akkor nem hallatszom nagyon. tegnap meg direkt megnéztem, és, és tényleg nem. Úgyhogy bocsesz, úgyhogy jó reggelt. Szevasztok, boldog jó, fütő, jó reggelt. Fantasztikus ez a nap. Um, annyira örültem a hűs időnek, hogy végre megérkezett ugye a meleg után, hogy uh, szerintem megfáztam uh, éjszaka, de ez általában állam másfél órát tart, úgyhogy szerintem nagyjából a délutáni streamre, streamre már rendben leszek. Tudjátok, van ez a kora reggeli taknyolódás, ami, ami elmúlik a picsába, mert hát megfázni eléggé ugye nem PC. Eléggé, eléggé pulcsis idő kezd lenni. Hála Istennek! Amúgy jó, a pulcsis időnek örülök, csak az a kérdés, hogy meddig fog tartani. Mert ö, általában rövid ideig szokott. De most arra gondolsz, hogy ez melegebbe fordul, vagy még hát Hát ez, hogy tudod, általában így lenni, hogy egy kicsit hűvös van, aztán meleg lesz, akkor megint nem lesz púcsis idő, aztán még egy hétig ó, talán az lesz, majd rohadt hideg lesz. Igen, És így ennyi. Azt nem bánnám, hogyha a rohadt hideg most is így általódna. Én tudom, hogy mindenki szeretne karácsonyra havat, meg Mikulást, meg minden. Őnek is van atlétája szerintem ott a izé alatt, úgyhogy majd, majd megoldja valahogy. Ja, ja, ja. De egyébként nagyon sokan meg fázni a következő egy hétben, úgyhogy jó túlélést és tyúkoslevest azon, akik nem csinálnak olyan baromságokat, mint mi. Igen, ilyenkor lehet, hogy a legjobban megfázni, mert ez a vagy Kinéz az ember reggel az ablakon, és süt a nap. Igen. De amúgy nincs annyira meleg, mint szokott lenni, szóval ja. Meg lehet fázni rendesen. Igen, így van. Um, kérdés, uh, chat ügyileg, csak hogy gyorsan ezt tisztázzuk le. Szubulni a chat? Igen. Az hogy lehet szubulni? Kivesszük. Um, ez csak egy, egy kérdés volt, hogy... What? Teg tegnap szubónli volt Én a, a, láttam, a stream? nem láttam, hogy lenne. Nem is emlékszem rá. Tényleg? is hát, szerint. What? Na. Most már nem az. Valaki beírta, hogy az bizony, aki nem szub, mikor szubónli volt a chat? Hát, mert pont, pont akkor vettem ki. Ja, érde érde érdekes, érdekes. Ezek szép érdekes, érdekes. Én észre sem vettem, hogy tegnap berakták a szubonlit. Én sem. Én sem vettem észre, hogy Szubonli volt a stream. Elég gyorsan pörgött a, a cucc. Igen. Uh, de, na mindig, nem, 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 ne is na erre jó reggelt egyébként nektek is. Um, egy dolog, uh, igazából um, aki, aki, tehát ilyen két szemszögből is, ugye tegnap Jani említette a stream végén, így nagyon-nagyon velületesen, illetve aki szemfüles volt, az már a webshopban észrevehette, hogy új bögre lesz, gyakorlatilag ugye a Happy hour bögre, az teljesen új lesz, ez egyébként uh -huh. itt van nálunk, de ne így yes. nézzétek meg, mert ez így barom kicsi, kicsi meg nem, nem annyira látványos. Úgyhogy lesz most egy ilyen különlegesebb Happy Hour bögre, uh -huh. ami egy ilyen, hát főleg azért különleges, mert ugye az új logó van rajta, és azért, mert ez a bögre fajta, ez így eléggé speckó, kialakítását, formáját, meg méretét nézve. Úgyhogy, ha felmentek a webshopra, akkor meg tudjátok nézni, hogy ez egy limited edition bögre lesz. Uh -huh. Igazából, amit pontosan mennyi ideig is lehet? Ez uh... egész pontosan szeptember 22-ig tudjátok megvenni. Így van. Tehát Te ennyi. Két hét. Hát kicsit több kicsit mint tömint tömint két hét, hét. mert a hétvégéig, de igen, két hét egyébként. Így van, kicsit több mint két hétig lehet elérni, utána lesz egy hagyományos jellegű új logós uh, happy hour bögre, ami máshogyan fog kinézni, azt majd uh -huh. meglátjátok, az folyamatosan lesz kapható, ebből viszont csak limitált példányszám lesz. Ezt majd szerintem meg fogjuk osztani. Így van, tehát limitált ideig, ez fontos, mert feri, te is így, hogy ma már el fog fogyni. nem, tehát... Nyugodtan, tehát bármennyit tudok rendelni, az idő limitált. Így van, tehát idő limites, nem darabszám limites, ja, ez ja, nagyon ja. fontos, rácok, úgyhogy nem kell kapkodni, ebben az időszakban van időtök megvásárolni, de. De később nem lesz, ez fix. De később már nem lesz. Nem szeretném, hogy nem szeretném, hogyha ilyeneket írkálna valaki, hogy mit tudom én, ö, fog fogyni meg ilyenek, nem fog elfogyni, az idő fogy el, nem a termék. Mi nem szeretnénk ilyet csinálni, hogy most, hogy most aki nem. Tehát, hogy ne tudjatok venni, hogyha szeretnétek, vegyetek. Hogyha uh, akartok, ha nem, akkor nem. Uh, ott közeli képeket meg lehet nézni róla, hogy milyen, hogy, ja, ja. és a többi. Um, Ugye ez, ez, ez volt... Igen, úgyosság, mert már nagyon régóta beszélt. nem volt Igen. VR bögre, legalábbis a régi verzióból, úgyhogy gondoltuk, hogy így jön vissza, hogy egy ilyen limited edition-nel, és tényleg akkor ezután pedig lesz egy egy olyan, ami majd mindig kapható lesz, de az másképp fog kinézni, mint az eddigi. Igen, mert az az igazság, hogy a klasszik VR bögre az állatkirály, és akinek olyan van, ugye az kurva menő lesz, mert ezután nem lesz senkinek olyan. Ja. Viszont ugye egy jó ide már új a logó, úgyhogy... Igen. E Úgyhogy kellett upgrade egy kicsit. Meg nem is nagyon volt uh, uh, úgymond újdonság a webshopban már egy jó ideje. Ja, ja, ja. Úgyhogy, úgyhogy ez most valami. ilyen, uh, úgyhogy happy hour van. Ja, ja. Amúgy szerintem állatul néz ki. Kurva jól néz ki. Meg amúgy tényleg élőben jobban néz ki szerintem, mint így a videón. Nagyon király. Aki hardware szeretné tovább árulni, az az ő baja. Tudjátok, ilyen limitációink nincsenek. A nepperek mindenhol ott vannak. Pontosan így van. Furcsa egyébként, a, most pont erről jutott eszembe, hogy nagyon kevesen tudják a hustler szó jelentését egyébként itthon, de ugye vannak ezek a hustler emberek, és egyszer végignéztem egy, egy dokumentumfilmet, igazából az ilyen tengődő életű emberekről, és ott volt egy interjú egy ilyen hustlerrel, és uh -huh. egy nagyon érdekes a, a, az ő életmódjuk, de tudjátok, ők mindenhol ott vannak. És mindenben meglátják a pénzt. Tudjátok, ők az elsők, akik kint vannak az utcán esernyőt árulva, amikor esik az eső. Meg ők azok, akik, a, akik, akik, mikor azt mondják, hogy nincs több egy a koncertre, azonnal oda lépnek mellé, hogy de van. És ők azok, akik minden limitált szériás tudsz rendelkeznek, és azt, azt tudsz venni tőlük, amit éppen lehet. Érdekes egy állatfajta, de működik. De működik, és van, aki így élél az egész életét, nem is akárhogy. Természetesen csak kp van. Persze, de amúgy ja, tényleg ilyen vállalkozások épülnek erre, nagyon durva. Elég durva, igen. Én emlékszem, a, nekünk az első ilyen neperkedős cucc az az volt, de az már nagyon, még nagyon a legelején, mikor először lehetett kapni egy klasszik pólót, tudod, azt a szétújósat, az és elfogyott, és emlékszem, hogy ilyen nagyon sok volt a szállítási idő, és azt valaki árulta hogy az ilyen limited edition volt. Igen, és mert aztán... hogy nem lehet már venni. Igen, igen, igen. Beszarok. És akkor megvet, me megvettem. Megvettem többet, és azt árulta. Ja, igen. Ja, ja. Megérezték a piaci résztrácok, vannak Meg. ilyen emberek. Öm... Hát na. Ez van. Öm, a, ilyenek a ilyenek a Itt van szerintem ezt neppernek hívják, nem? Na, Vagy az, az, az nem az? De 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 de. Most azt. így hirtelen fogalmi zabarokba vagyok egyébként nagyon sokszor. Mert hogy egyébként a Ugye én vagyok az, aki kitalál szavakat. Általában én szavakat szoktam kitalálni, ez tulajdonképpen a, 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 a magyar nyelv ö, fantasztikus ö, játéka, hogy ugye ki lehet találni szavakat, amik nem léteznek, és mégis értik őket. Ez egyszerűen hihetetlen, én imádom ezt a játékot, egy jó ideje játszok már veletek itt a csatornán ö, ezt a dolgot, de, de sokszor belemerülök olyan dolgokba, mikor olvasok a neten, ö, amikor angolul olvas az ember, ez egy borzasztó egyszerű nyelv egyébként. Nagyon nehéz mondjuk tech-cikkekben, vagy redditen, vagy komment ilyen nagyon bonyolult dolgokat találni, amiket nem értesz. Ám de! A magyar nyelv az sokkal különlegesebb ennél, és ennek is megvannak a... Hát minek nevezzem ezt? Burzsujai? Elitistái? Vannak elitistái. Hipsterei? Igen, 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 vannak ilyenek. Amikor direkt olyan szavakat használsz... <laughs> Nem. Van, aki választékosan beszél, és valaki fúj. Érted? ja, értem, Na mindegy. És ilyenkor én mindig tudod így, tehát az ember, ezt már elmondtuk ezerszer, srácok, de ezt ismételgetni fogjuk, mert ezek, ö, ö, ezek a kifejezések, vagy, 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 vagy hogy mondjam, ö, tények az életről fontosak. Tehát az embert az idegesíti, amit nem tud, és nem ért. Ez egy örök igazság, higgyétek el, és ez rám is igaz. És hogy olvasok szavakat, és hát azt, az, az nagyon idegesít, amikor nem értem, hogy mit jelent, mert és magyar szó elvileg, mert egyszerűen nem hiszem hogy nem találkoztam még vele. De van egy szint, ami ennél sokkal jobban érdekesít, amikor értem, de tudom, hogy ezt a szót gyakorlatilag senki az égvilágon nem használja, és nem értem, hogy miért kell leírni. És nagyon érdekes, hogy tegnap pont találkoztam egy ilyennel. Csak hogy fűzzük tovább ezt a gondolazonetet a bögrétől. Hogy. És most tényleg véletlenül se vegye értésnek, aki, mert ez nyilván az én hiányosságom, vagy én élek ilyen paraszt környezetben. Valaki rányomott egy retweetet az egyik tweetemre, valami vegános cucc kapcsolatban, mindegy, az alatta lévő kommenteket akarta illetni, negatív töltettel úgymond, uh -huh. csak hogy rajzoljuk körbe virágokkal a szart, Üm. és ezt nem úgy, tehát te használt egy kifejezést, amit, te, na mindegy, te mondjuk ki, lehet, hogy már elfelejtettem, igen, tehát, hogy ő a kommenteket olvasván, szekundár szégyent érez. Hát, az igen, ez egy nagyon szép szó. De az, hogy, most, próbál, hogy ez nem is magyar szó. Jani, öt percig kellett googlizzam, hogy hol használják ezt a szót. Nem azt amit jelent, én szok, hanem, hogy mit jelent, hanem, hogy én nem láttam bazdmeg még sehol. De mondom, hogy én vagyok a paraszt. Én hallottam már többször is a szekundár De hogy mi a faszom? Hogy szekundár szekunder szégyent érzel? Hát az, hogy Nekem pedig érzel antinunim van, Jani. Hát, igen. Érted? Vannak ilyen szavak. Vannak. A nem nunin. De mondjuk az a baj, hogy mondom, hogy ez nem feltétlenül echt magyar szó. Én értem, hogy nem de, magyar szó, de. De, 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 igen, vannak ilyen, vannak de ilyenek. az oktalansága annak, hogy írsz ilyen dolgokat, az valami félelmetes. Érted? Hát Jó, mondjuk az a négy legi... ember, aki olvassa, az biztos felzaklatja magát. de... Nem, az valószínűleg ilyen körökben van, ahol ez így egy el, vagyis hogy gyakran használt szó. És én ezért is mondtam azt egyébként, hogy valószínűleg én vagyok a paraszt. Mert pontosan tudom, hogy nem. mit jelent egyébként a, a szó, a kifejezés. Hmm. És. Maga az, hogy ugye le tudjuk írni ezt az érzést egy szóval, az tök jó. Igen. De hogy élő embert nem hallottam még, aki ezt mondta, az meg, az biztos. És ilyenkor van az, amikor, amikor tudjátok, én is úgy érzem magam, hogy, hogy ilyen fura, hogy a nyelvben ugye előfordulnak olyan kifejezések, amik így így nyilvánvalóak, tehát nem az érdekes, hogy nem tudod, mit jelent. Uh -huh. Érted? Ezért mondtam, hogy nem a választékosság Igen, igazából érzel, a lényeg ennek, hanem maga az, hogy... Vagy én nem, hallottam nem, nem még ezt így. így, így vannak így ilyenek, sem. vannak ilyenek. Hát meg hogy hogy... bizonyos körökben tudod, ilyen szakmai körökben pedig aztán még jobban. Ez egészen biztos. És jó kérdés, hogy hogy mondom máshogy. Sehogy. Nem Egy mondok szóval ilyet. nem lehet kifejezni. De nem mondok ilyet. ilyet. Nem mondunk ilyet, hanem mit tudom én, helyette is szarul éreztem magam. Vagy, vagy szégyeltem magam helyette is. Ja, tehát ez egy hosszabban lehet ezt kifejezni. Ez van. Na mindegy, fura, ezen gondolkodtam igazából, hogy, hogy hogy frankonban nem van a baj. Mert valószínűleg leegyszerűsítettem még igazából az életemnek egy nagy részét, és emiatt nem vagyok benne, tudod, azokba a körökbe, akik ilyen szavakat használnak. nem emiatt ne érezd magad rosszul, Pisti. Na most nézd, vannak olyan dolgok, vannak olyan, hát hogy is mondjam, csevejek, így a, amik a világban megfordulnak, amiket azért nem ért az ember, mert túlságosan szakmai, mert túlságosan specifikus mondjuk egy bizonyos témakörrel kapcsolatban, uh -huh. és a szakszavak rengetegébe elvész az ember, mint mikor teljesen laikusok előtt videójátékokról beszél az ember, és akkor, mikor jön a DPS, meg a, meg a, meg a area damage, meg a minden, és akkor már teljesen nem értik, hogy mit beszélsz. De amikor teljesen magyarul beszél valaki, és, 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 és lemegyek a pályáról, az mindig olyan furcsa nekem. Igen, az EOI, így van, ez Így van. De az, de az, de az legalább szakszó, tehát érted? Na mindegy. Úgyhogy ezzel így gondolkodtam tegnap, úgy egész sokat. Na, vannak ilyenek, vannak ilyenek. És szerintem pont azért csinálják, hogy az olyan gyökerek, mint én, úgy érezzék, hogy nem elég, hogy, hogy szar vagy, még azt se értem, amit mondok. És amúgy erre kurva jó. Mert ez egyébként a, tehát tudod, azt a, azt, azt a fajta intelligenciájú és mélységekbe menő embert, mint én, felélegesíti. Érted? Mert mi van, te ilyen olvasós gyerek vagy? Vagy mi van? Érted? Ez a lényeg. Találjunk ki új szavakat, ennyi. Én azt csinálom folyton. Tényleg, ez, ez simán működött. Mit tudom én. Látjátok, milyen baffantyús az a bögre? Bafantyús? Csak ennyi. Mm, igen. Hogy mi az, az senki sem tudja, de jó hangzik. Na mindegy, lényeg a lényeg, vannak, vannak olyan emberek, igen. Nem, 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 srácok, nem tudom, hogy, hogy. Tehát vannak olyan emberek, akik erre építik fel a karakterüket, meg a személyiségüket, hogy így beszélnek, és ezzel, ezzel ugye egy magasabb intelligenciát hirdetnek magukról, anélkül, hogy jobban megismernétek a karakterüket. Vannak ilyen személyek egyébként a közéletben is. Ez az ő választásuk, hogy így élnek-e, vagy így beszélnek el vagy hasonló. Mm. Um, mondom, ez, én, én, nem tartom ezt feltétlenül. Ö, a fesztéziós, így van. Ö, de azt nem én találtam ki. Én nem tartom ezt negatív dolognak, hogyha valaki ö, ad arra, hogy beszél, az egyfajta igényesség magára szerintem, ha ezzel próbál kitűnni, ha lehet mással nem tud, nem tudom, ez az, az ő dolga. Szerintem ez ilyen nyelvjárás kérdése. Nyelvjárás? Hát, nem nyelvjárás, rossz, rossz fog, nem, 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 is értem. Hát... Ilyen nyelvjárás nincsen, Jani. Nem, valaki, valaki... De ki így, ez így benne van az alapszókincsében, és ennyi. A, hogy? Hát benne van, mert hogy tudod, annyit használja ezt a szót, vagy annyit hallja valahol. Uh -huh. Szerintem ennek sem, ebben nincsen semmilyen extra. Nem tudom, mert vannak, akik, 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 rendkívül úgymond választékosan és ezekre a szavakra építve beszélgetnek, és tényleg sugároz egy alapszinten valamilyen szintű intelligenciát ez a dolog, pedig hát azért na, tehát kíváncsi lennék arra a, az angol kocsmára, ahol a langyos barna láger mellé kínálják a lekváros kenyeret, ahol ilyen magas röptű beszélgetések mennek, mert szerintem nincsenek. Tehát, hogyha tehát, hogy valaki arra kíváncsi, hogy ezt vajon hol hallották az emberek, amikor komplexen így beszélnek, most nem, nem szakadjunk le a szekunderszégyenről, úgy kíváncsi vagyok, hogy ezeket hol szedik magukra. Tehát valószínűleg ö, ö, mondjuk régi ö, pamacsolós ö, arckezelés, borotválkozás előtt, ugye megvannak ezek a borotválkozó pamacsok, és azoknak az összehasonlítása a 16. században című szakkönyvben lehet ilyeneket olvasni. Vagy valami egészen hasonló. Amúgy őszintén szóval én még a rádióban is hallottam már ezt a szót. Hogy szekundersz, igen? Na, látod? Hát, hogy így szerintem ez így nyomják, csak na, nem tudom. Én a Magnon hallgatom a diszkós uh, kisgrafót, miközben kaszálok a réten, szóval én nem hallgatok ilyen magasabb dumákat, ez a baj, az meg. Uh, Úgyhogy úgy, nem, tudok, nem tudok mit mondani erre. De ami ennél jobban zavar szerint, engem legalábbis a, a, a beszélgetések ö, ö, során, ö, az, az valójában, mondom még egyszer, szerintem semmi gond nincsen, hogyha valaki igényes arra, ahogyan beszél. Uh -huh. Ez az ő dolga, ha ő ezt választja, ez van. Most értitek, van olyan ember, aki egy kerti partira öltön a drágba és mellénybe Igen. jön. Most lehet, hogy így a, a többi embert nézve ciki, de most nem kell őt bántani. Stílusos, ez van. Viszont amikor ehhez társul az affektálás, ami szintén egy szép szó. Na, én attól kész vagyok. A szál, ne is mond. Ezzel attól kész vagyok. Tehát, ö, ö, na, azt nem értem. És az a baj, hogy te, te, most tudjátok, rengeteg ember van, aki affektál, és én mindig úgy érzem rajtuk, hogy ez, ez faj, egyfajta ilyen, ilyen feszélyezettség, hogy nem is tudom, valaki azért csinálják, vagy valaki azért csinálja, hogy így, nem tudom, izgul, vagy. Ö, megpróbál nyomatékosabban, megpróbál nyomatékosabban kifejezni magát, vagy vagy, 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 Szerintem... kit kitűnni, vagy mi a tökömnek csinálja, kamu akcentus. Nem. nem kompenzál. Jó. A kompenzál jó szó. A szinten azt csinálja, igen. Érted? Hogy valaki leül, beszélget veled, és érzed rajta, hogy az ő, látod, hogy semmi erőlködést nincs benne, természetesen beszél vele, szerintem ez egy út. Érted? De amikor mit tudom én, bent ülsz, mit tudom én, egy, egy marketing részlegen, vagy egy, vagy egy komolyabb céghez elmész, és megszületik ugye az üzlet, és akkor azt mondja a hölgy, aki éppen intéz a dolgot, hogy István, el készítenünk ezt a szerződést. Azonnal. És így jössz, hogy Hm. Érdekes. Ez, ez. Igen. És tudod, úgy nézed, nézed, nézed. És próbálok kitalálni, hogy vajon, vajon tudja? Nem. Tudja vajon? Az a baj, hogy ezek az emberek nem látják magukat. De most komolyan. Mindegy, de szerintem Viszont ez egy olyan dolog, látják. amiről nem tehet az ember. Mondom, szerintem úgy ez ugye. egy reakció valami miatt. valószínűleg így van, de ők nem látják magukat, mert akkor nem csinálnák ezt. Biztos. Ágána Hidd Nem tudom. Hidd um, De is, pontosan látott, látjátok, a paraszt szemszögből ez a lényeg, srácok. Ez a lényeg. Amint az én szemszögemből. Hogy valaki művelt meg akar tűnni. Ettől valaki művelt? No. Nem. Nagyon nem. Igen, ez nagyon jó, srácok. Ez nagyon jó. Insta filterezi a beszédet. Gyönyörű a dizájn. <laughs> Teljes mértékig egyetértek vele. Amúgy valamilyen szinte tényleg azt csinálja, igen. <laughs> Nagyon, nagyon, nagyon jó. Csak úgy, hogy egyszer megtalálta a Clarity Intensity csúszkát, és rájött, hogy azt a kurva! Érted? Na is. És, és igen, talán ez. Talán ez. Amúgy szerintem az affekt, tehát, hogy a, az affektáló snoboktól nincs durvább. Amúgy. Azok a legdurvábbak akik még ráadásul beképzeltek is. Hát az az igazság, hogy vannak olyan emberek, ez furcsa egyébként, mert hál' Istennek mi nem nem, nem vagyunk részei ezeknek a köröknek. De van egy réteg, mm -hmm. aki snob, és alapvetően ismert, mm -hmm. és tudod, tehát, tehát semennyire sem önmaga. Hát ja. Tehát ilyenkor lehet megfigyelni azt, hogy két ember olyan dologról beszél, amiről fogalmunk sincs, és nagyon élvezik. Érted? Ez olyan, mint mikor, uh, mikor tehát valószínűleg mint kánban, mikor beszélnek a filmekről egymással, a celebek. Az a legjobb. Láttad már a, uh, itt van, itt szerepelte az unokatestvérem a cápa 67-ben. Um, egy ilyen 1 óra 20 perces straight to DVD film volt. Uh, azt láttad? Ó, oh, igen, hát egyszerűen fantasztikus volt benne, hát annyira jól alakított, komolyan mondom, leszakadt a vászonról. Érted? Egyikük se látta a filmet. Ez a small talk. Tudod? Ami megy. Na ez durva. Ez a igen. snob affektálós, fogalmas nincs. És ilyen szinten élünk be az meg, hogy vannak ilyen emberek, akik így élik le az életüket, hogy így nyomják ezt a magas röptű szar, de olyan üres, mint az állat. Persze, de fogalmas is semmiről. Nagyon durva. És ugye annak az ember számára, aki, aki, nem tudja, hogy mi van, úgy tűnhet, hogy ő mennyire képben van, pedig nem. Mennyire érdekes már. Ja. Igen, mint, a, mint az elnyúlós reakciók, az nagyon jó. Na és hogy vagy? Hát, meg vagyunk amúgy, Kicsit felmentek a törlesztő ah. <laughs> Meg a gyerek most már súlyba izgul. Oh. Érted? És akkor egy, egy nagyon izgalmas beszélgetés, csak úgy le kéne vágni felét. Hogy <laughs> ő is nál. Valami van. Minden, ezek mind, mind olyan dolgok, amikor, amikor az emberek próbálják kifejezni magukat, holott semmit nem kellene csináljanak, csak legyenek. És mondom még egyszer, ez a paraszt hozzáállás a dolgokhoz alapvetően, de Hát ezünk van, nem? Egyszerű emberek vagyunk, mi választjuk meg, hogy kik vagyunk. Ja. Ez tök jó. Csak furcsa lehet egy egész életen keresztül szerepet játszani. És néha, amikor ilyen magas dolgokról, vagy az affektálásról, vagy, vagy látod valakin, hogy nem, nem, nem úgy beszél veled, ahogyan, néha úgy érzem, mintha folyton szerepet játszana mindenki. Pedig ez az egész játék sokkal egyszerűbb, hanem nem. Attól félnek, hogy nem tetszik a személyiségük? Hmm. Az igaz? Á, nem tudom. Nem tudom. Én amúgy őszintén szóval azt nem értem, hogy ki, hogy veszik ezt fel az emberek. Tehát, hogy lehetséges, hogy valószínűleg már családjukban is volt valaki, aki így beszél, nem? De, vagy más így, veszik Csak fel. így nem kezdesz el otthon a tükör előtt gyakorolni, hogy így beszél. Nem, 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 nem. nem. Azért mondom. Szerintem ez egy reakció. Így, így valahogy, tudod, mindig valaki tikkel. Nem, nem tudom, hogy hogy jött ez fel. Tehát, hogy... Szerintem gondolj arra, valaki tikkel. De, de, de mint, valaki nem csak hogy csak így beszélünk. És szegények, ez van egy ilyen reakció. Van, ez nyilván egy túl szaturált dolog, uh -huh. ennyire azért nem kapják az ívet, de hogy pont úgy, hogy azt se kontrollálja, meg valószínűleg azt se mástól látta, és utána az, ez az affektás is így, így jön szerintem. Jó, de, de rendesen ráragad az emberekre, tehát hogy ebben ez nehéz kijönni. Ja, hát az a legrosszabb egyébként, az a le, annál jobban nem utálok. Fú, te... Mm! amikor egy vagy két órán keresztül egy olyan emberrel, aki állandóan nyomja érted azt, hogy mit szeretne mondani, és megállás nélkül csinálja, és egyszer felveszette is. És ott véget ér. Jó szevasz, viszlát. Elhagyjuk a termet, hagyja békén. Amikor ez az megvan? Nektek volt már olyan? Hogy valamit felvettetek? Amúgy én még nem jártam így. Hogy valaki átvettem így a beszédstílusát. Az mikor próbálsz beszélgetni valakivel, és egyszerűen úgy gondolod, hogy egy kicsit hasonlóan válaszolsz, az azzal, úgy jobban adanakod? Az nem rossz, nem az borzasztó. Akkor úgy érzed, mintha beregyultál volna valami szarba, és nem jön le a kezedről, érted? Az borzalmas, az borzalmas tud lenni. Igen, ez igen ez tudom, igen. hogy a tikkeres ezért is fogalmaztam úgy, hogy ez egy sokkal kényszeresebb dolog, és semmi köze nincs ehhez, csak próbáltam hasonlítani egy nem kontrollálható dolgot. Ja, ja, ja. Szófordulatokat simán, az igaz. A szófordulatot szófordulatot át lehet venni. akcentust azt fel lehet venni, az affektálás nehezebb, az nagyon-nagyon rossz. Fú, az nagyon. Hát igen. Én nem tudom, mondom, tegnap, tegnap ezen rengeteget gondolkoztam. Na, ilyen az élet. Meg tudom ezt is egyébként például, hogy sokan, sokan írják azt nekünk, vagy nekem például, hogy fennakadok ilyen dolgokon, meg minden. Én ilyen vagyok. Általában az életen, az embereken szoktam gondolkodni. Néha megkérdezek más embereket, hogy ők mind gondolkodnak. Az izgalmas lenne lenni egyébként már, mint abból a szempontból, hogy így mindenki gondolkodik valamin. Nem? Van olyan, hogy nem? Hát nem tudom. Úgy nézel ki a fejedből. És így bambusz. De akkor is gondolkozol valamin. Hát nem. az, hogy bambusz, az még nem túl jó, de... nem, de valamikor úgy elgondolkozol, hogy így... De akkor is elgondolkozol valamin. Amitől igen. az összes többit eltompítod, igen, 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 igen. De amúgy alapvetően csak gondolkozik az ember. Ja. Szerintem, te, most ugye... az... Viszont, hogy van olyan, hogy valaki ül és nem gondolkozik. Az mit csinál akkor? Hát le lehet szerintem úgy szedálni valakit, hogy ezt abba, de magát nem tudja csinálni. Jó, hát különböző szerekkel ezt meg lehet oldani, lehet. Igen. Bár Igen. Azt hiszem, akkor is máshol vagy dimenzió kapott. Az, 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 emberi agynak az egyik korláta az, hogy nem, tud nem, tud nem... Tehát igen, nem ez tud, folyamatosan nem. megy. Tehát ja. nem tud nem. Igen, igen, igen. 0-24. Így van. Tehát a semmire gondolás is gondolás a semmire? Tehát, hogy nincs ilyen, hogy nem. A meditálás? De a meditáció közben is meditálsz. Tehát, hogy... De hát a, meditálás közben, a meditálásnak nem az a lényege, hogy gyakorlatilag ö, minden olyan dolgot, amit, tehát ugye, na most várjál, most mondok valamit, mert olvastam erről a meditációról. Tehát most mondjuk, hogy én itt ülök és akarok meditálni, akkor az a lényeg, hogy megpróbálok valamilyen tantrikus lófaszt előszedni, legyen az valamilyen szó, olyan mantra, vagy egyszerűen annyit mondogatok magamnak, hogy kifúj, beszív, kifúj, beszív, vagy valamit, tök mm -hmm. mindegy, hogy mi a lényege a dolognak. És ugye megszűnik az ember körül, az a, vagy nem az ember körül, az ember gondolatainak az a része megszűnik, hogy ülök a széken, itt ülök a kamera előtt, a kezem az asztalon van, beszélek a mikrofonban, ezeket a dolgokat engeded el azzal, hogy rákoncentrálsz valamire, mm. és hát gyakorlatilag lepucolod így a, az agyat körül az olyan a körülményeket, és megmaradnak a gondolataid. Ja, ja. De az nem semmi, amikor nem. meditálsz. Valaki azért meditál, hogy nem gondolja semmire? Azt a kurva, én erre még nem gondoltam. Tehát hogy? Akkor is gondolsz valamire. Így van. Még eleve a meditációhoz is kell gondolni valamire. Arra nem gondolhatsz, hogy semmi nincs, de akkor is gondolsz arra, hogy semmi nincs. Így van, tehát, tehát ilyet nem mondjuk már, hogy, hogy nem gondolunk. Tehát, hogy van olyan, aki nem gondol semmire. Ilyen nincsen, mit tudom én. Tudjátok, ez még a vígjátékokban is úgy van csinálva, amikor mindenki gondolkodik a, a, a körmönfont terven, és akkor van a barom gyerek, akinek hallod a gondolat, hogy így, elzártam otthon a mikrót, vagy a sütőt. De, de, de ő is gondol valamire. Mindig gondolunk valamire. Ö, úgyhogy ezt így tovább folytatva, ezt, a, ezt az egészet, én ilyen dolgokon néha fennakadok. És én szeretek gondolkodni ezeken a dolgokon, mert mi a faszom foglalkoztasson. Mármint nem úgy értem, nyilván az ember a hétköznapi életével foglalkozik. De ül a vécén, sétál, vezet. Olyankor ugye szabadok a gondolatai. Úgy néha jó elmerülni ezekben. Nekem egy csomószor van olyan például, hogy hallgatok egy podcastet egyébként a komplex működésekről, és közben teljesen más dolgokra gondolok. Sétálok 20 percet, és így, hú, az meg... Miről szól ez a podcast? Tudod, és így hallgatom, mindig beszélnek, király. De közben én teljesen más dologra gondolok. Így én is jártam már sokszor. Valahogy, valahogy, vannak ilyen dolgok. Ja, ja, ja. De számomra ez egyébként valami érdekes. Főleg az, hogy, hogy, az, ember, az ember mindig le van ugye csupaszítva, amikor biológiai szempontból nézzük. Ugye a legtöbb tudományos cikk és a többi, akik nem a, nem a mentális részével foglalkoznak a létezésnek, ugye, ugyanúgy egy kalap alá veszik az embert az összes többi létformával, ami végül is nagy százalékban igaz, hiszen nekünk a dolgunk az életben elég egyszerű. Minden, minden, minden létező fajnak itt a, a földön a, a fajfenntartás a lényege, és semmi más miatt nem léteznek, mert hogyha ezt az alapvető működést bármelyik felfüggeszti, akkor megszűnnek. Tehát és most ne arra gondoljatok, hogy egyénileg, hanem mint faj. Tehát egész egyszerűen ez a dolgunk. És hát az, tehát ugye így nézitek az ősidők óta, hogy mi volt a feladata gyakorlatilag az embernek, arra pont hallottam egy érdekes beszélgetést. Hát gyakorlatilag mi a, mi a, dolgunk? Hogy elég hosszú ideig éljünk, amíg sikerül szaporodnunk. Hát amúgy az alapvető... Ez az minden? Cél ez, igen. És hát ahhoz mi kell? Tehát enni kell, inni kell, ki kell jöjjön, lett, megvédeni magad, az ilyen dolgoktól, meg egy, hogy... Meg egy hely, ahol... Jön a oroszlán, meg Igen, igen egy biztonságos kell, igen. Ezt csinálja egyébként a legtöbb állat is, mert gyakorlatilag minden létforma a Földön. Igen. Na most, tehát ami megváltozott a világunkban, és most 2019-ban, az ennek a körülményei. Most ez nagyon durva lesz, de erről szól végül is a világ. Tehát ahhoz, hogy fent tudjuk tartani ezeket a dolgokat, hogy eljusson odáig, hogy tudunk szaporodni, és fenntartjuk a, a fajunkat. Megváltozott azzal, hogy régen azon múlt, hogy elég gyors, meg elég kemény csávó vagy el, hogy mondjuk egy dárdával leszúrjál egy kartonot, így aztán meget. Most meg arról szól, hogy meg kell dolgozni a pénzért, amiből megveszem a boltba a kaját, amiből meg kiválasztom azt a fantasztikus bevitelű vitamin sort, amit olyan egészséges összek, mint a kurva élet, elmegyek, kigyúrom magam, érted, hogy ne a, az a kapjon el, hanem az a gyönyörű szép hölgyem, rá a pisztolyra este, mert hát ugye széné pumpáltam magam, hogy megvegyem magamnak a pávatollakat. Legyen már látszatja. Megvegyem magamnak a pávatollakat, Igen. amiben bevonzom ugye a, a, azt a, a nőstényt, akit kiválasztottam. Ezt tudom, ez hogy nagyon, ezt tudom, hogy nagyon, ez alap, alapvetően az a durva, hogy ez régen is így volt. Tudom, hogy régen is így volt, de mondom, nagyon hímsavinisztán hangzik, tekintsetek el ettől. De Ezek de, most tényleg. ilyen direkt ilyen durva példák. Érted? tulajdonképpen ugyanazokat a dolgokat csináljuk, megveszünk a lakást, a házat magunknak, arra törekszünk, hogy fenntartsuk magunk, körül, a, magunk körül a, védelmet, a védelmet, a veszélyek ellen, a megfelelő hőmérsékletet, a helyet, ahol leszünk, stb. Ugyanaz történt. És általában az emberiséget ilyen szinten lebutítják, vagy lebutítva közlik, és néha rájön az ember, hogy valójában jó. Végül is erről van szó. Semmi másról. Uh -huh. De mégsem vagyunk állatok. Még fennakadunk ilyen buziságokon, mint a szekunderszégyen. szégyen. És ezen gondolkozom. És merem remélni néha, hogy mondjuk egy majom ezt nem csinálja mondjuk lehet alapvetően jobban jár, de ez van. <gül> <gül> ez van. Ja. Nem kell kitörjön a, a feminista éned, ezek direkt durva Nem. példák voltak arra, amikor megpróbálják állatiasítani az ez embert. Lesarkítva az emberiség. Ennyi. Ja. faj az ember. Ja. De amúgy összes faj a Földön ezt csinálja, tényleg. Így van, így van. Nem igazán lehet kivétel mondani. Csak vannak fajok, akik gondolkoznak dolgokon, jelentéktelen baromságokon. De, de végül is, hogyha belegondoltok, általában a legtöbb dolog abból születik, hogy az emberek megpróbálnak gondolkodni bizonyos dolgokon. Ez így van. Vannak, vannak, tudod, vannak különböző emberek, vannak papagájok, akik ugyanazt szajkózzák egész életükbe. Érted? Uh -huh. vannak, vannak olyan emberek, tudod, akik semmi másból nem élnek, csak megmondják másnak, hogy hülye. Uh -huh. Érted? Van, van, különböző emberek vannak. Meg van egy csomó ember, aki, aki csomó minden foglalkoztat. Igen. Én például általában a kíváncsiságom hajt a legtöbbször, meg az, hogyha nem értem. És ebből általában az lesz, hogy ilyen másfél-két órákat gondolkodok dolgokon, és abból eljutunk ilyen evolucionális dolgokra, mint amiről most beszélünk, vagy fajfenntartási dolgokra, amiről most beszélünk, vagy egész egyszerűen emberi viselkedésekre, vagy viselkedésformákra. És látjátok, igazából csak annyit akartam mondani az egészszel, hogy a kiváltók lehet a legnagyobb baromság a Földön. Fennakadni egy szón. De az ember hihetetlen, hogy hová tud eljutni gondolatban. Igen. És ettől más, mint a... Egy bogár. Igen, hogy tehát a szégyenből színyen. eljutottunk odáig, hogy miért is vagyunk emberek. Igen, és igazából <laughs> ennyit akartam mondani ezzel az egész témakörrel, hogy, hogy néha, néha nagyon érdekes, hogy az ember... Egy párbeszédben nyilván ez, 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 ez egy sokkal, tehát sokkal hatványozottabban működik, hiszen olyankor gyorsabban megy ez a pingpong, mm. de néha furcsa, hogy hogy milyen egyszerű gondolatokból tudsz így elszörfözgetni ilyen érdekes dolgokon, és az ember filozofál, gondolkodik, és aztán gyakorlatilag rájön arra, hogy, hogy milyen érdekes dolgok vannak a világban, amik a körülötte lévő embereket egyáltalán nem érdeklik. De és akkor általában, amikor tudod, úgy döntesz, amikor visszaváltasz, és úgy döntesz, hogy másfél órája gondolkodok ilyen komoly dolgokon, megosztom ezt a velem szembeülővel a kocsmában. És így elmondod, és így voltam olajcserén. És akkor így azt amúgy ja, és drága volt. Hát elég a kurva ez a szakszervis ez jó sok. És így beszélgetünk. És nincs ezzel semmi gond egyébként alapvetően, csak meg kell érteni, hogy nem egyformák az emberek. Ennyi. Ja, De mert... néha egyébként gondolatébresztő dolgokat lehet közölni másokkal is. Ez egész biztos. Ja. És nem tudom egyébként Mr. Robin, hogy miért nem jött neked értesítés. azt Olaj nem tudjuk. Volt. Azt nem tudjuk, hogy miért nem. De én már nem csodálkozom ezen, hogy nem kaptok. Tényleg egyébként most eszembe jutott erről, nekünk is beaktiválták ezt a cuccot, hogy most már mi is látjuk. Mit? Hogy hány ember kap értesítést. Tényleg? Most már ezt már nem Na no, majd hát ezt meg fogjuk nézni. Átlagosan én megnézem a mód, átlagosan a feliratkozóink elméletek 26-30%-a kap. Szóval, hogyha valaki nem kap, az így benne van a pakliban, hogy nem kaptok. Igen. De majd megnézzük. Tényleg. Um, Bártok, ez most. Sleeveholder az. Az mindegy. De amúgy teljesen igazad van, persze. Mindig ugyanakkor kezdődik, szóval annyira nem kell értesítés, de igen. Igyekszünk állandóak lenni már egy jó pár éve, igen. Um, na de beszélgessünk érdekesebb dolgokról. Végre bemutatták a Porsche taycan -t. Be. Tegnap, igen. Van, van egy dolog, amit én nem értek ezzel az autóval kapcsolatban. De szerintem ez nyilvánvaló mindenkinek. Én tudom azt, hogy a, a, tehát a Porsche az az egyetlen olyan márka, a, aki tényleg se, tehát még a dizájnt se tudta elengedni teljesen, ugye mióta létezik. Pontosan Sopron. De miért kell turbónak hívni egy elektromos autót? Ezt én sem értem. Na mindegy, ez ne, az ő dolguk. turbo S. Hát az S az még világos. Az S az világos. Mert ugye az a sport. Igen, ö, igen, igen, igen. Mint olyan, de turbó. Ez a turbo, ez az elektromos autó annyira nem. Na mindegy, szóval van a Taycan, mert a Taycan Turbo és a Taycan Turbo S így jönnek egyébként a, egymás után, ugye megmutatták végre az autót, elmondták a specifikációkat, közölték ugye az árat, megkezdődött a, a, a vásárlás, stb. Ez azért lényeges dolog egyébként, mert, mert ugye ilyen utcai szedán, tehát szedán méretű Uh, autóban ugye az első valódi konkurencia ugye a jelenlegi uh, elektromos autó piacon mozgolódó uh, Tesla modell S-nek uh -huh. gyakorlatilag, és hát most fogjuk majd megnézni, hogy, uh, hogy hogyan alakul majd a, a versengés, tehát végre van egy, egy, egy relatív konkurencia, hogy úgy mondjam. Ami uh, tök jó, mert kell a konkurencia. Kell, 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 kell a konkurencia. Nagyon érdekes kivitelű autó egyébként. Gondoltam, hogy beleviszik egyébként ezt, tehát a, a, a hagyományos autógyártó csavart. Nem, az így érdekes, de mindegy. Hogy bele fognak vinni valamilyen csavart, és vitték is, ugye? Mert váltót raktak egy egy elektronos autóba, ami mm -hmm. nagyon érdekes, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogyan fog működni, ugye, a hosszú távon. Érdekes. Szerintem egyébként szép, szerintem Porsche az identitását ugye megőrizte uh -huh. az autó. Úgyhogy gyakorlatilag, akinek tetszenek a porsche ez is egy Porsche. Tehát ja, nem ja, tudják ja. elengedni a dolgot. Igen, igen. Kicsit tényleg úgy néz ki mondjuk oldalra, mint egy Panamera. Ahhoz mint hasonlít. egy Porsche, igen. mint egy porsche. A Panamera meg olyan, mint egy Dagi 911-es. Igen, 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 nem. igen. igen. Mint, egy, mint egy, mint egy, mint egy, ilyen, egy ilyen elnyújtott Dagi 911-es, mert a Dagi 911-es az a Cayenne. Igen, amúgy Igen. megmondom, hogy maguk a fényszórók jól néznek ki, de amúgy nekem a kocsik az eleje továbbra sem tetszik. Ugye eddig voltak róla képek, ilyen koncepcióképek, meg a, volt, amikor a nem tudom melyik valamelyik angol újságírók tesztelték, hogy hogy gyorsulak, hogy látszott, hogy nagyjából hogy néz ki. Hát reménykedtem benne, hogy az elejét egy kicsit még átalakítják, de nem. Úgyhogy nekem az annyira személyesen nem jön be, de egyébként tényleg jól néz ki. Be, meg belül valami eszvetlen jól néz ki. Ja. Így van, így van. Úgyhogy a porsokos itt kell Igen, egyébként hátul nagyon jól néz ki. Nagyon ja. szép. Előről egyébként az a. De, 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 nekem, nekem, egyébként azért tetszik, mert tehát minden porsa ugyanúgy néz ki előről. Az összes. Ez egy picit másabb, de valójában nem. Tehát a formák itt is maradtak. Ez ilyen. Mindjárt kitérünk azokra a témákra is, amit említettek, csak meg akartam előtelni, hogy ez egyébként egy viszonylag nagy sajtóesemény volt, de tényleg fontos. Ja. Öm, nem akarok most semmilyen parazsat vagy szikrát elhinteni a világban, amiből bomba robban, de öm, ugye a technikai specifikációk és többi és többi nyilvánvalóan még egyszer mondom, ez egy konkurencia öm, most jelenleg a modellesnek, továbbra sem értek semmilyen jellegű összehasonlítási alapot, és semmilyen gyakorlati összehasonlítást nem fog érteni. Tehát, én, tehát egy másik dimenzióba váltanak az emberek, hogyha össze akarnak hasonlítani egy Porsche-t egy Teslával. Tehát én megértem, hogy a kategória ugyanaz, és most lesz egy konkurencia, de 80 ezer dollár van a két autó között, nem értem a dolgot. Tehát nem értem a dolgot. Ez pont olyan, mint mikor a gyorsulást mérik egy modelles és egy más luxus autó között. Mm -hmm. Tehát tehát, nem, tehát, nem léteznek a világon kiskapuk, srácok, nincsen olcsóbb dolog, de ne, ne, nem nem ilyen, tehát, nem így működik. Tehát, különbözik egymástól a két dolog. Ennyi. Hát annyi különbség van a két kocsi között? Hát valami 105 ezer dollár, talán most segítsetek már. Ö, 105 ezer dollár a, 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 a Model S-ből, ugye a nagy, és 180 valahány ezer dollár a Taycan. A, a, a Turbo S? Igen. Tehát meg ja, a Model is a P100D. Ja, 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 igen, úgy igen. Úgy Segítsetek igen, már, hogy ez tényleg igen, így van-e, mert, mert... Mert... Valami jó, azt hiszem 30... Hát... Igen, százvalány ezer dollár lehet a... Én úgy tudom, hogy nagyjából ennyi. Szerintem a neten meg lehet nézni, mert millió ilyen összehasonlítási lószar van. Ja, ja. De tudja, hogy úgy, ja, így, így, így értem, ja. Jó, köszönöm. Igen, tehát ennyi, ennyi a különbség. Te, na most ö, tehát 80 ezer dollár a különbség. Tehát 80 ezer dollárból... Sok minden. Meg, az, az új korvettet, meg egy kisebb motort. Igen. A különbségből. Tehát ah, azért jaj, mondom, jaj. hogy így... Tehát, ö, de. Egyszerűen nem is értem. Mondjuk nyilván nincs most jelenleg mivel hasonlítani, ezt én megértem, majd lesz uh -huh. uh, igazából, de akkor sem értem. Uh, ugye néhány résztet még megosztottak egyébként róla. Uh, szerintem új benchmarkok -ok, uh, születnek úgymond a sportos elektromos autókból, uh -huh. amiket amiket nagyon érdekes nézni, uh, hiszen ugye alapvetően ugye a Porsche is sportos gyártó, tehát sportkocsikat gyárt, uh -huh. és hát a, a Turbo S elnevezés, az másra nem is... Uh, nem is uh, próbál utáni. Én abba bízok, hogy egy ilyen újfajta benchmark alakul ki majd most az elektromos autók körében, legalábbis a sportkocsik körében, hiszen ugye most mit tudom én, a hétköznapi elektromos autók, tudod, ezek a, uh -huh. a pickup and drive ja, uh, ja. Uh, autók, uh, a hatchback-ek, stb. Az egy másik kategória, nyilván a azokat nem is hasonlítják sportkocsival, Igen. de a sportkocsik, a sport elektromos autók uh, között, uh, ott, 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 ott új benchmarkok -ok lesznek. Még eddig már. megmondom, is, hogy nem is olyan voltak ilyenek. Tehát, hogy azért a legtöbb tényleg ilyen rendes közúti használatra találták ki. Hát. Úgy, a legtöbb elektromos autó. Ebben a világban, ahol ahol a, ahol a modelles és most már a tajkán létezik, azért ö, különbözőek ők, mert ők úgymond ezek a szalon szedán autók. Tehát, ugye, be tud ülni rendesen annyi ember van, csomagtér, stb. Ugye, eddig azok az autók, amik ezt célozták meg, azok mind ugye, vagy szuper, vagy hyperkárok -ok voltak, úgymond, tehát azok ilyen exotikus sportautók készültek Igen. elektromosban. Na most ezek Igen. sorozatban gyártott, ugye úgymond szalun autók, és ezért lesz érdekes, hogy ezek sportkocsik, úgy, mint a úgy, mint a Panamérából a legbaszóbb, mm. vagy mint a négyajtós Ferrari, és a többi. Ja, ja, ja. Értitek? Na és ezért érdekes, hogy ez egy újfajta benchmark lesz, mert ugye most végre ugye kivittek Nürburgringre is, normálisan autót, stb. Kíváncsi leszek, hogy ez mennyiben fogja megváltoztatni ennek a kategóriának a gyártását így, mert ugye nem így gondolkodtak eddig az emberek. Öm, de engedjük el öm, a témakört, mert ez egy messze menően öm, öm, specifikus egy valami. A másik dolog, igen, ez egy, ez egy, nagyon megosztó témakör, srácok, én nem szeretnék nagyon belemerülni ugye a Formula 2-es eseményekbe, majd segítetek nekem a névben, mert sajnos nagyon rossz így a névmemóriám ebből a szempontból. Ugye azt tudjuk, hogy, a, hogy nem is annyira régen a Formula 2-ben történt ugye egy haláleset, ami elég nagy hullámokat keltett, uh -huh. amik hát gyakorlatilag megosztották a közönséget olyan szempontból, hogy nagyon sokan mondják, Anton Hubert, köszi szépen, nagy megosztotta a közönséget abból a szempontból, hogy egy része az autóversenyelvezőknek elvezőknek és az autóverseny nézőknek ugye folyamatosan köpködi a Forma 1 és egyébként az alágait a formula versenyzésnek a sok biztonsági szabály, meg ugye a hímes tojáskodás miatt. A másik része pedig ugye amellett áll pont, hogy sokkal jobb, hogy nem veszélyeztetik a versenyzők életét. Na most ez az esemény, hogy ez a szegény sofőr meghalt most, ugye ezt a vitát erősítette meg és kérdeztétek itt, hogy, hogy hogy beszéljünk erről. Nagyon szomorú eset, nagyon fiatal versenyzőről van szó, ugye eleve a Formula 2-be. Fiatalabb versenyzők versenyeznek, mint a Forma 1-be. Ez egy rettentő szomorú dolog. Egyébként aki, aki neki ment, ő sincsen túl jó állapotban. Nagyon-nagyon uh -huh. komoly problémák vannak a lábával. Na de miért probléma az, hogy ez tovább szította ezt a vitát? Ha a véleményemre vagytok kíváncsiak, Ilyen balesetek előfordulnak az autóversenyzésben. Tehát akárhogy sűrítek, csavarjátok a szabályokat, ezek az autók sok esetben 200, sok esetben 300 fölött autóznak papírautókban. Értsétek jól a papírt. És erre a helyzetre, erre a szituációra nagyon nagyon leegyszerűsítve, hogy mi történt, srácok. Történt egy, egy baleset, egy defekt, amiből sikerült visszahozni egy autót, majd jött egy másik ember, aki hát megpróbálta úgy kikerülni, ahogy csak tudja, aki a falba ütközött, majd visszagurult. Uh -huh. Majd jött egy másik autó, és oldalirányból belement nagyon nagy sebességgel, és ebből lett a baj. Na most, egy emelkedő a vége annak az eskanyarnak, amiből kifelé jött az amerikai pilóta. Amikor felbukkant az emelkedőről, meglátta az úton keresztbe lévő autót, Uh -huh. És hát bőven 200 fölött Kiszámolták ugye a reakcióidőt Hogy mennyi a reakcióidő És kevesebb volt a reakcióidő Távolságon, mint a távolság Ez azt jelenti, srácok Nagyon hülyén hangzik, tudom, de ez azt jelenti Hogy amint meglátta A gépjárművet, belement ja, Ez nem ilyen nagy sebességgel tehát Ilyen nem. nagy sebességgel, ez így néz ki Van rengeteg videó róla Tehát, sem az autót nem tehet róla, sem az ember nem tehet róla, hogy egy ilyen helyzet kialakul. Uh -huh. Tehát nem is lehetett, tehát kapcsolhatatlan volt olyan sebességnél ez a dolog. Oldalirányú ütközésnél, főleg 200 km h óra, na, hát ez majdnem sikerült, ki 200 km h óra ö, fölötti oldalirányú becsapódásra nem lehet felkészíteni egy ilyen versenyautót, sőt, semmilyen autót. Á, nem. Érted? Tehát ezt sem az autó biztonsági regulázásai se a, a, a versenyek biztonsági szabályaival, se semmivel nem, se büntetőpontokkal, semmivel nem lehet megakadályozni, hogy, hogy ez megtörténjen. Az tényszerű, hogy a pálya olyan, hogy van egy beláthatatlan kanyar, de hát könyörgöm, az a pálya se arra van felkészülve, hogy a bukkanó túloldalán nem egy, nem kettő autó van gyakorlatilag félig darabokban. Tehát, igen. hogy értitek. És nekem, eb, nekem ebből a szempontból az a, az a véleményem, hogy én nem tartom jogosnak, hogy Bárki felhozza a biztonsági szabályokat, hogy pont ezért vannak, hogy ilyenek ne történjenek meg. Nem. Ezt a helyzetet, ezt a specifikus szituációt nem lehetett volna elkerülni sehogy. És én, és, és, és én úgy hallottam, hogy a Forma 1-es versenyzőknek is gyakorlatilag ugyanez volt a véleménye. Mindenki tudja, aki beül abba az autóba, hogy egy, egy, olyan, egy olyan szerkezetben ül, amivel 300 fölött autózik az sehogy se lesz biztonságos. Semmilyen Stuart-tól, semmilyen szabálytól, semmitől az égvilágon. Mm. Érted? Az nem lesz biztonságosabb. És ezt mindannyian tudják. A nézők, akik elmennek megtekinteni, javítsatok ki, javít, hat évenek, sajnos uh, én nem gyakran fordulok meg ilyen helyzetben, még mindig aláírós ez a sztori, ugye? Tehát amikor kimész egy Formula 1-es, vagy akár aláíratják veled, hogy történhet bármi. Ez Gondalom. így van? Vagy nem? Én úgy emlékszem, hogy ez, 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 ez mai napig így működik. Igen, így van, köszönöm. Igen. Tehát az a lényeg, hogy még a nézők is tisztában vannak vele, és ez egy ilyen, egy ilyen sport volt mindig is. Az, hogy meghozzák a szabályokat, öm, én, én úgy érzem, hogy a biztonságon lovagolnak, holott ezzel próbálnak változtatni a versenyeken. De én nem hiszem, hogy hogy, hogy tudják irányítani ezeket a helyzeteket. Nem. nem de, de amúgy meg tényleg ez nagyon-nagyon szomorú, de... De benne van a versenyben. Benne ez. van. És ja. sajnos az emberi természet ilyen. És nem szabad megtagadni magunkat. És annak idején is, ha a gladiátorviadalok, tehát a kenyer és cirkusz elv mindig is működött, és ez Igen. is az, srácok. Ez is az. Hány, forma egyes, hány forma egy néző van, akitől hallottam csak én életemben, hogy, ha csak rajtad nézem, meg hát hőtköznek. Ezért nézik az emberek. Akkor most milyen elszent köcsökség ez, amiről beszélünk? Ezek a halálesetek iszonyatosan szomorúak, nagyon. És nagyon sajnálom, amikor egy fiatalember, ember, ö, aki ráadásul ennyire tehetséges, elveszti az életét ö, úgymond oktalanul, ja. de, ré, de, részt, de részt vesznek ebben a dologban. És ez van. És nagyon, tehát szégyenletes bevallani, hogy az ember kicsit várja a baleseteket, én nem várom, nem félre ne értsetek, csak az ember izgalmasnak találja azokat a részeket. Mikor tudod, hát körbe 70-szer, igazából nem semmi. Mert mit akarsz, mi történjen? Vagy mi kell van legyen? Hm? Szakadjon szét egy pár autó, tényleg... az bírtad volna mi? De bármikor van, ha egy, egy, egy kicsi kis megcsúszás, kicsúszás, vagy valami, mindenki azt várja. Igen. Csak is ar arra kíváncsi, hogy 70-szer körbe mennek. Igen. Rengeteg, De, rengetegen voltak ilyen. meg autóversenyzésben, srácok. Régen azt sokkal tuki. többen. Ez tényszerű. És azt mutatja a, a papírforma, hogy az autók fejlesztése, illetve speciális pályadizájnok is abban az irányban mennek, hogy ne legyen annyira veszélyes. Én nem akarom, hogy senki meghalljon. Szó sincs erről. És mondom még egyszer, rettetesen szomorú, hogy ilyenek előfordulnak, de én úgy gondolom, hogy az autóversenyzés egy ilyen dolog. Ott van Szenna. Szennel a kocsiban volt, nem? Ja, ja, ja. Ha jól emlékszem, akkor ott a kocsival volt probléma, azért történt az eset. Én is úgy tudom. És az is egy olyan dolog, ami. Értitek? Most ez benne van. Sajnos, igen. Ja. Sajnos, igen. Hát előtt egy autóhibában meghalni, hát úgy, hogy 300 fölött mész, meg. És ha ott beszarik valami, akkor nem azt. Próbáld ki azt, hogy milyen 45 fog be elfordítani a kormány 40-nél, meg 200-nál. Hát egészen más dolgok történnek. Ja. Csak így hozzá a Főleg hírtelem. Ez fontos. Ez. Szintjén. Szóval, szóval ez egy, ez egy, ez egy rettentő megelőrtető, rettentő technikás és rettentő veszélyes sport, és sajnos történnek ilyenek. Na, ah, ez benne van. Hát én is nagyon sajnálom, de ez ilyen. Nem tudom, hát ott a például a legjobb példa az, hogy a küzdősportok. Igen. Ott is előfordul ilyesmi. Hát, elő. Vagy a boxolóknál például, ugye ott, ott később van hatása. Az igen. egész karriernek. Rengetegen ugye ilyen agyi problémákkal küzdünk. Igen, azt nem olyan régen kezdték el egyébként, vagy kezdtek el ezekkel uh -huh. foglalkozni. Nagyon érdekes, hogy hogyan állnak a boxolók például ez a témához. Ez hát, talán egy ilyen fél évvel ezelőtti beszélgetés láttam a neten pont erről, hogy ott van például ugye a nagy legenda Lennox Louis. Uh -huh. ugye ő volt az, aki végül meg, megszorongatta a tyson és ugye tudnak erről, hogy elbutulnak a boxolók, ugye uh -huh. a rettentő sok concussion-től, meg ettől a fej traumától. És azt hiszem, Lennox hogy a segítsetek Léci, hogyha valaki ezt tudja, hogy ő például annyira úgy érezte, hogy nem szeretne ő is elvutulni, mint a többiek, hogy elkezdett sakkozni. Mint az állat. Uh -huh. És elég, elég magas szinten jár. Ilyen, ilyen nagyon-nagyon-nagyon magas szinten jár már sakban. Tehát ilyen online leaderboardokon ott van meg ilyenek. Annyira Fajan durván durva. tolja. És én iszonyat függőjelet, azért, mert nem akart, tehát folyamatosan aktívan akarta tartani az agyát. Hmm. Üm, ennek, ennek utána nézek, hogy nehogy baromságot mondjak, srácok. Köszi? Na ez menő. Igen, ő az, igen, Lennox Luiz, aki aki így nyomja, igen, és elég baszós akkkozó Elég baszós lett, azért, mert próbált tenni az ellen, hogy. hogy ha, az ha tud így? tenni, tudjon tenni, és annyira durva. Üm, üm, annyira durva, durván beleásta magát, hogy ilyen iszonyat baszó Na, De amúgy, ha belegondoltok, ha nem is ennyire végletekig, de egyébként az összes sportban megvan a kockázat. Hogy ne? Mindegyikben. Vagy rövidtávú, vagy hosszú távú kockázat, de mindegyik sportban van. Akár mondjuk szerintem fel lehet hozni itt a tornászokat is, akik csak tornáznak. Mert tudod, ezeket a torna gyakorlatokat csinálják. Neki például az íz ízületeik mennek tropára, öregkorukra, úgyhogy ez ilyen. Igen. Megvan a veszélye mindennek. Hát, hogy nézzétek meg az extrém sportokat, és többi és többi. Éppként én, én azt gondolom, hogy alapvetően a, formu, a Forma egy is egy extrém sport. Persze, ugye, ez egy kicsit szélsőséges megfogalmazás, de alapvetően az. Tehát elég extrém sport. Az, az. Tehát, ha azt hiszed, 110-el is lehet versenyezni. A 300 plusz az már nekem elég extrém. Igen, igen, igen. igen de, igen. Ahogy, érzitek, ahogy érzitek. Tehát ezek, ezek ilyen dolgok, mondom, Vélemény szinten én, én, így gondolom, hogy én továbbra is én továbbra is kiállok amellett, hogy szerintem túlságosan hímes tojás a forma egy, és de én, de én, nem akarom, hogy, hogy, hogy ilyen balesetek történjenek, de látjátok, hogy elkerülhetetlenek. Na, persze. Abban a részében most nem menjünk bele Léci a beszélgetésnek, mert ugye van egy másik oldala ennek a történésnek, hogy ugye utána leállították a, a, a versenyt, tehát nem, nem, került megrendezésre mm -hmm. a verseny. Ö, második napja, hogy ez mennyire volt jogos, vagy nem, ebben nem akarok belemenni. Mm. Ö, mert az már egy egészen másik témakör. Ja. Hát, srácok, azért ez így túlzás, tehát az nem igaz, hogy az ember sportol, az veszélyes, vagyis hogy káros az egészségére, ez nem igaz. De erről már rengeteget beszéltünk, hogy az ember mértéket csinál valamit, az jó. Mm. Ha mértéktelenül csinál, az, az nem jó és amúgy egy, ahhoz, hogy élsportoló legyél, mértéktelenül kell csinálni azt a dolgot. Ez biztos. Igen. Ja. És ezek az emberek ugye a végletekig tolják. Nem hiába mondják azt, hogy a limiten vezetnek. Hát ugye a limit az ugye az, amikor még, még van tapadás. És már nem tudsz gyorsabban menni. Tehát a még egy milliszek is elrepülsz, és azon tartod az autót gyakorlatilag egy pár órán keresztül. Ez nem, egy, ez nem egy egyszerű dolog. Tehát, srácok, beszéltünk már nagyon sok specifikus dologról itt a Happy hour -ben. A legtöbb dolog, srácok, a legtöbb dolog a világon, amit profi szinten lehet művelni, mind kibaszott érdekes, és nagyon durva. Uh -huh. mert, mert ilyen érdekesek az emberek. Így van. Ez van. Na, srácok, a mai nap uh, izgalmas abból a szempontból, hogy uh, ugye egy új játékot fogunk kipróbálni, ami Bizony. most uh, fog majd megjelenni, és van egy béta hozzáférés hozzá, ami a Ghost Recon uh, Breakpoint, Breakpoint. Ami egyébként nekem a számomra is egy nagyon város uh, játék, szerintem mm -hmm. kurva jó lesz, általában nagyon-nagyon szép, stb. Alig várom, hogy kipróbáljuk. Hármódosan fogjuk kipróbálni már amennyire mennyire, ugye egy playeres kópról van szó, uh, úgyhogy így fogunk vele játszani együtt. Délután megnézzük, mm -hmm. fasza lesz, kurva jó. Ugye ez a mai terv. Én magam. megosztom veletek most is, mert tegnap is elmondtam, csak hogy tudjátok, mert jó, kezdem néha úgy érezni magam, hogy a külföldieken is rajtam kívül annyira nem izgatott senki, de ugye holnap Gears of War stream lesz, vagyis Gears 5 stream lesz egész nap, tehát 10-től 6-ig ja. Gears 5 lesz. Kijöttek a review-k, azt írják a story módról, hogy igazi gyűrűzélmény is, hogy nagyszerűen sikerült. Úgyhogy iszonyatosan megkönnyebbültem, nem. és én alig várom azt is. Úgyhogy nagyon izgalmas két nap elé nézünk. Így igaz. Ne felejtsétek el, nem véletlenül van benne a menetrendben, reggel, holnap reggel nem lesz hour. Így van, így van. Ez így nagyon van. fontos. Illetve szeretnék még arról egy, csak egy szót említeni, Igen? mert láttam, hogy Nessa írta még a műsor elején. Köszönöm szépen, srácok, a szósörös visszajelzéseket. Igen. Igen? Nyomatjuk ezzel a dolgot. Tegnap volt az első nap, és nagyon örülünk, hogy tetszik neked. Igen, és köszönjük, igen, Twitteren is kaptunk visszajelzést, Jaj. hogy aktívabbak lettünk szocialben, kicsit érdekes, izgalmas dolgokat próbálunk ugye összesítve hozni, és, és nagyon örülünk, hogy hogy volt, aki visszajelzett. Igen, köszi szépen, srácok. Köszönjük szépen. Bögre? Bögre. Limitált idős igen. bögrénk van, 22-ig. 22-ig, és mi parancs is van rá. És jönni beírja parancsot. Aki szeretne részt venni ebben, az szeressen részt Limitid. venni ebben. Ott van. Akit semmi nem érdekel, az nézze a műsort. Mert amúgy általában nem szar. Igen. Találkozunk délután, srácok, a Ghost Reconna. Így van. Szevasztok! Szevasztok.